Két sportolóval képviseltette magát a Leo Karate Dóese a Pécset megrendezett nemzetközi versenyen. Különböző korosztályokban a Vasi Klub 5 arany, 3 ezüst, valamint 4 bronzérmet nyert a viadalon. A szombathelyek közül Németh Zsuzsanna 2, Gál Enikő és Tóth Virág 1-1 egyéni elsőséget gyűjtött be. Rajtuk kívül formagyakorlatban diadalmaskodott a Tóth Virág, Kajdacsi Viktória és Németh Dóra alkotta trió. Külön érdekesség, hogy ők hárman, a 14-15 esztendős lányok kataverseny számában kisajátították maguknak a dobogó valamennyi fokát. Nagyon örülök neki, büszke vagyok a tanítványaimra, várakozásom felül tudtunk teljesíteni, mindenki kihozta magából a maximumot, jól alakult számunkra a verseny. A három fiatal lányra különösen büszke vagyok, ugyanis ők egy korcsoportban voltak, és az első három hely a miénk lett, ami nagyon jó. Előzetesen poénból mondtam is nekik, hogy ne törődjetek semmivel, lényeg az, hogy az első három hely a miénk legyen. A szombathelyi klub két élversenyzője, Németh Zsuzsanna és Gál Enikő összesen 4 éremmel tért haza Pécsről. Gál Enikő formagyakorlatban első, míg küzdelemben második lett a felnőttek mezőnyében. Én meg vagyok elégedve a saját teljesítményemmel, úgy érzem, hogy nagyon jól tudtam összeszedni magam, meg fejben is tudtam koncentrálni. Formagyakorlat az mindig is jobban ment, de nagyon örültem ennek is, hogy küzdelemben is sikerült a döntőbe eljutnom, és szerintem ott is kihoztam magamból a maximumot. A Leo Karate Dóese versenyzői legközelebb május 16-án egy zalaegerszegi versenyen lépnek majd tatamira, azt követően pedig június közepén Németh Zsuzsanna és Gál Enikő egy hagyományos szardiniai nemzetközi viadalon indul majd.